A magasból is szemlélhető a Vajaitó környezete, a parthoz közel épült ez a kilátó, amelyet már használhatnak a helyiek és a településre látogatók. Az önkormányzat több turisztikai célú beruházást is befejezett a közelmúltban. A kilátó szomszédságában játszóteret és parkolókat alakítottak ki, valamint egy látogatóközpont is épült, amely kiállításoknak is otthont ad a jövőben. Szeretük volna a vajajtó élővilágát, illetve ennek a turisztikai vonzereit kihasználni, és ezáltal a projekttel népszerűsíteni azt. A tópartján egy régi horgász halőrházat tudtunk fejleszteni, és ezt egy szintre emeléssel, hozzáépítéssel alakítottuk ki, és szeretnénk a jövőben majd rendezvényeknek itt helyszínt adni, az ide látogatóknak, túrázóknak, az Alföldi Kék túra és a Móri Zsigmond vonal látogatóinak, valamint minden természetbarátnak és horgásznak egy kis itteni bázist kialakítani. A vajai őstó nem csak a túrázók, hanem a pecások kedvelt helyszíne is egyben. A parton ezért több esőbeállót is kialakítottak a horgászok számára. A támogatási szerződés szerint közel 170 millió forintos beruházást tudtunk itt megvalósítani amely magában foglalja ezt a látogatóközpontot, a játszóteret, hozzá kapcsolódó parkolót, kilátót és esőbeállókat. Ez 2021-ben indult a kivitelezés, és a, bár a projekt már 2017-ben elindult, és akkori támogatási szerződés szerint tudtunk dolgozni. A kilátót és a szabadidőparkot már használhatják az ideérkezők, a látogatóközpontot azonban hivatalosan decemberben egy adventi forgatag keretében nyitják majd meg az érdeklődők számára.